Kedves birmálkozók, Krisztusban szeretett testvéreim! Az ősegyházban, de még a keresztény ókorban is a hittanulók, azaz a keresztségre készülők, a katekumenek ez időtáj tettek vizsgát, és nagyszombat éjjelén keresztelkedtek meg, de miután már felnőtt korúaknak számítottak, egyszerre vették fel a birmálást is. És a vizsgának az egyik ilyen olvasmánya volt a mostani evangéliumi szakasz, amit hallhattunk az imént felolvasásban, bár a rövidítettebb formában. Hát miért is került az ide ez a vakon szülöttnek a meggyógyítása, a vizsga olvasmányai közé, mit akartak vele elmondani a hittanulóknak? Hát azt, hogy milyen szörnyű csapás az, hogyha valaki vakon születik. Mert ha közben vakul meg egy ember, akkor még van valami fogalma a világról, hogy hát vannak színek, tárgyak, de aki vakon születik, az egy borzasztó nagy hiányossággal. Ma nem ismerik kimondani, csak így mondják, hogy fogyatékkal élő, de az egy szörnyű nagy baj, a vakon születettség. És Jézus csodája folytán újra látni kezdett, és micsoda, nem hogy látni kezdett, hanem látott, és micsoda nagy különbség van a vakság és a látó ember között, az éppen a pogányságból a kereszténységre való téréssel hozható párhuzamba. Mert azt mondták, hogy aki nem hisz az Istenben, nem hisz Jézus Krisztusban, az olyan, mint a vakember úgy tétován megy a világba, nem tudja, hogy mi a célja. Hát éli az életét, de igazi emberi célját nem találja meg. De amikor megkeresztelkedik, akkor megnyílik előtte egy világ, az Isten szeretetének a világa, és másként áll az emberekhez, éppen ezért ennek nagyon kell örvendeni. És egy ilyen szertartás keretében gyógyítja meg Jézus, hogy nekünk ilyen kicsit ilyen gusztustalan dolognak tűnhet, hogy a földre köpött, és akkor a sárral megkente a szemét. Mit akart ezzel mondani? Azt, hogy a Teremtés könyvében úgy van, hogy az embert az Isten a föld porából teremtette, sár készítette, de egy jelkép, és belé lehet az élet lelleti. Hogy egy új teremtés kezdődött, egy új világ kezdődött annak a számára, aki látott, illetve aki keresztény, Krisztus követővé lett. És a keresztségre való utalás, az ott tűnik ki ebből az evangéliumi szakaszból, hogy Jézus mondhatta volna, hát akkor most visszaadom a szemed látását, hanem elküldi a városban egy ilyen tópatakszerű folyóskához, és azt mondja, mosakodjál meg benne. Siló elmondják, hogy küldött, mert pedig az igazi küldött maga az Úr Jézus volt, az Isten, az Atya küldöttje, hogy benne kell megmosakodnia. Szent Pál apostol már így is mondta, amikor visszatekintett a keresztségre, hogy ti Krisztussal együtt alámerültetek, és feljöttetek a keresztvízből. Tehát az igazi küldött maga Jézus Krisztus, hogy az ő életében részesültünk. Ezért is mondja ugyancsak Szent Pál apostol másod, hogy öltsétek magatokra Krisztust, hogy viselkedjetek úgy, mintha Jézus Krisztus követei lennétek. És hát a történetben olyanok is vannak, hogy utána elkezdik támadni ezt a fiatalt, hogy hát kigyógyított meg, mit mondasz róla, mint egy jelképe annak, hogy aki Krisztus követő, az üldözés szenved Jézus Krisztusért. De Jézus kiáll mellette. Tehát azokat, akiket üldöznek,
Jézusért ő is ott van velük. És hát a történetben még az is benne van, hogy a szülőket kérdezik, hogy hogy történt ez az egész. Azok meg a gyáva félék voltak, mondta, hát kérdezzétek meg a fiunkat, nagykorú már, van neki elég értelme ahhoz, hogy megválaszoljon. Hát ti hála Istennek, kedves fiatalok, olyan korba bérmálkoztok, amikor a szüleiteket ilyen kérdésekkel most már nem ostromolnak, de hát amikor én voltam elszállító bérmálkozó, akkor sokszor mondták azt, hogy mai időben elszállítózónak, bérmálkozónak minden gyereket, tehát még jövője se lesz, még a szülőket is támadták. Nagyon nagy bátorság kellett akkor sokszor, hogy kiálljanak a hitükért és a gyermekeket is úgy neveljék. És hát ez a keresztelés, ez egy életre szól, és kipróbáltság után lehetett ezt a szentségét fölvenni. Feladatokat adtak a katekumeneknek, és nem úgy volt, hogy behozták gyerekkorba, kicsi gyerekkorba őket, és majd utána mondták neki, hogy hát próbálj jól viselkedni meg. Megtartani a parancsokat, Jézus Krisztus követője lenni, hanem már előzőleg is kértek feladatokat, hogy azt teljesíts, majd úgy leszel megkeresztelve, illetve megbírmálva. Említettem azt, hogy most a héten fogjuk ünnepelni Benedeket, Szent Benedeket, a bencés rendnek az atyát, a bencés rendnek a megalapítóját, hiszen már az ő korában azért voltak ilyen szerzetes közösségek, de ő egy olyan szerzetes közösséget alapított, ami nagyon maradandó lett, egész Európát behálózta, és 1500 év óta ma is megvan, hiszen magyar földön, tudjuk, hogy Pannonhalmán, már Szent István király korában is ott voltak a bencések. És a szerzetesség, hiszen ők szerzetesek elsősorban, azok mindig a keresztséget, a bérmálást akarják jól megélni. Mert eredetileg a szerzetesek között nem sok pap volt, később lettek köztük papok is, hanem azt mondták, ha már egyszer megkereszteltek bennünket, megbérmálkoztunk, ott ígéreteket tettünk, akkor azt valósítsuk meg. És egészen ilyen radikális formában, mint a szerzetesek úgy élték meg a Krisztus követést. És hát, ha így belegondolunk Szent Benedeknek az életművébe, belegondolunk abba a szabályzatba, amit mi regulának hívunk, abban nagyon sok okos dolog van. Hát így szokták összefoglalni, hogy imádkozzál és dolgozzál, ora et labora. Így kifejezetten nincs is így benne a regulában, de ugyanakkor a szellemiségét tükrözi. Hát mit kell nekünk Szent Benedektől tanulni abban, hogy jó Krisztus követők legyünk? Hát ez a kettő, de ezt aztán le lehet bontani aprólékosan az imádságot is, és a dolgot, a munkát, a jó cselekedeteket is. Csak úgy érdekességként említem, hogy Szent Benedek mind a szellemi munkában, mind a fizikai munkában nagyon sok tanácsot adott, és lehet azt mondani, hogy így lett megalapozója az európai kultúrának. Ma sokat beszélnek Európa szellemiségéről, de hát az Szent Benedek nélkül elképzelhetetlen volna. És mi volt abban? Az imádság, benne volt a szellemi munka, csak egy érdekességet mondok, hogy ő vezette be azt, hogy minden nap, amikor olvasnak akár a regulából, akár valami más olvasmányt a kapitulumban, a olvasóhelyiségbe, akkor mindenki csukja be a száját, és ne hangosan olvasson. Mert addig ugyanis az emberek csak úgy tudtak olvasni, hogy járatták a szájukat.
És ő mondta azt, hogy ha itt sokan együtt vagytok, akkor olyan, mint egy ilyen méhkas, tessék becsukni a szátokat, és úgy olvassatok. Már csak egy ilyen érdekesség abban az időből, illetve az, hogy minden nap kellett olvasniok, és fizikai munkát is kellett végezni. Márpedig a fizikai munkát az akkori, hát a nemesek, a római társadalomnak a középosztálya, az nagyon-nagyon távol tartotta magától. Azt mondták, hogy a rabszolgáknak kell azt végezni, nem akarjuk mi bepiszkolni a kezünket. Mint hogyha ugyanezt az időt élnénk most is, hogy úgy lebecsülik a fizikai munkát, holott a fizikai munkának nagyon nagy értéke van, nélkül nem is tudnánk létezni, és éppen olyan fontos, ugyanolyan értékes, mint a szellemi munka. És Szent Benedek ezt is kérte, hogy tessék fizikai munkát is végezni. És ha elolvassuk a regulát, ott megvan az, hogy akik a kapunál vannak, akik konyhán vannak, akik a malomba vannak, határon vannak, azoknak mit kell tenniük, milyen munkát és hogyan kell végezniük. Ez is azt mondta, a keresztény élethez hozzátartozik, így is tanúságtevők tudunk lenni. És összeállított 74 pontból álló ilyen jó cselekedet listát, hogy ha valakinek nem volna elég fantáziája, hogy mit kell neki tenni, akkor ezt olvassa el, és rögtön tudja, hogy mit kell tennie. Hát én itt most nem fogom az egészet nektek felolvasni, de azért egyet-kettőt felolvasok, és hogyha elolvassuk ezt a 74 pontot, akkor látjuk azt, hogy benne van a 10 parancsolat, benne van az irgalmasság testi és lelki jó cselekedete, és még olyan gondolatok is benne vannak, ami mindig szükséges ahhoz, hogy egy társadalom az jól tudjon működni. Kezdte azzal a főparancsolattal, hogy először is szeresd az Úristen teljes szívedből, teljes lélekből és teljes erődből. És utána elmondja a 10 parancsolatnak egyes pontjait, és hogy tisztelj minden embert. Aztán azt mondja, hogy ha valami jót látsz magadban, Istennek tulajdonítsd, ne magadnak. Ugye hány ember mindig azt mondja, hogy ezt én csináltam, ez az én érdemem. És hát erre játszik rá a világ, azt mondják, hogy hát önmagadat valósítsd meg. Az a lényeg, hogy te magad érvényesülj. És mi egy borzasztó képmutató világban élünk, de mindig is volt képmutatásra hajlandóság az emberekben, és mit mond? Ne adj színlelt békecsókot. Hát a diplomáciában hányszor van az, hogy kedvesen fogadják egymást, de ugyanakkor már arra gondolnak, hogy miként lehet a másiknak, vagy a másik országnak rosszat tenni. Tehát ez a képmutatás benne van a mai világunkban is. Ne szeresd a sok beszédet, ez is benne van. Hát néha annyi sok üres járatú beszédet hallunk, hogy fárasztóvá válik. Aztán a szent olvasmányokat örömmel hallgasd. Tiszteld az idősebbeket, és ami ott van, szeresd a fiatalabbakat. Tehát nem csak azt mondja, hogy az öregeket kell tisztelni, ha szeretni a fiatalabbakat. Egyformán. Milyen bölcs, hogy akkor, amikor az ókorban ilyen rabszolgasorban volt sokszor a gyerek, akkor azt mondta, hogy szeresd a fiatalabbakat. És akkor még azt is mondja, hogy haragosoddal még napszálta előtt békülj ki. Hát milyen jó lenne, ha Európa kibékülne még a mai nap egymással. Nem arra törekedne, hogy még több fegyver, még több agressziót kövessünk el. Aztán vigasztalja az embereket, hogy az Isten irgalma felől soha kétségbe ne essél. Vannak emberek, amikor már minden összecsap felettük, akkor a öngyilkossághoz fordulnak. Isten irgalma felől soha ne ess kétségbe.
Az a műhely pedig, ahol mindezt szorgosan gyakorolhatjuk, a monostor zártsága, állhatatossága, megmaradása közösségben. Tehát ő azt mondta, hogy maradj meg a közösségben, mert ha nem vagy benne, akkor el fogsz tévejedni, és magányosan nem tudod megvalósítani a Krisztus követést. Most én így fordítom le, hogy a bérmálás után maradj meg az egyházban, Krisztus közösségébe. És még egy nagy mondat, amit sokszor szoktak idézni, semmit elébe ne tégy Krisztus szeretetének. Tehát amikor dönteni kell valami felől, akkor azt is lelkiismeret szerint meg kell ítélni, hogy vajon Jézus Krisztus mit tenne helyembe. És hogy ha a lelkiismeretem megszólal, hogy ezt tenné, akkor tegyem én is azt, ne tegyek semmit eléje Krisztus szeretetének. Hát itt az a program, amit Szent Benedek itt a bérmálásatok alkalmával nektek a bencés gimnázium diákjainak, de a többinek is mond, hiszen ő Európa védőszentje, ezt mondja nekünk most a vakon szülött evangéliumának a végén, hogy semmit ne tegyünk Krisztus szeretete elé. Ha ezt megfogadjuk, akkor a bérmálás szentségével hűségesek tudunk maradni az ígéretünkhöz, Jézus Krisztushoz és az ő egyházához. Amen.